A Vigadomi Velődési Ház nagytermének újraépítésekor nem került sor az öltözők átalakítására, így a társulatok, illetve a zenekarok mostoha körülmények között készültek elő a fellépésekre. Ezen változtatnak most a városrendészeti osztály munkatársai, akik egy szakember által elkészített terv alapján új öltözőket és mellékhelyiségeket alakítanak ki. Mindig azt próbáljuk, hogy az önkormányzat részére minél olcsóbban legyen a maga munkálat, és ezért a városüzemeltetési osztály munkásaival végezzük el. Tehát nekifogtunk egy hete, és olyan április 20-áig fog elhúzódni, mivel az egész vízhálózatot, fűtéshálózatot újra kell egyúttal tervezni és kivitelezni. A munkálatokat 6 emberrel végzi a városrendészeti osztály, és a tervek között szerepel az is, hogy a földszinti helyiségeket is korszerűsítik, de erre egyelőre még nincs anyagi forrás. Fel kell mérni Székelyföld épített örökségét, hogy minél jobban ki lehessen aknázni a vidékben rejlő turisztikai potenciált. Erről állapodtak meg Kovászna és Hargita megye előjárói, akik arról is döntöttek, hogy székelykapu programot indítanak. Évente 100 székelykapu rendbetételét vagy megfaragását támogatják. Első lépésben a szakemberek segítségével azonosítják a műemléknek nyilvánítható székelykapukat, ezeknek a rendbetételére pályázatot is állítanak össze. Ugyanakkor a két megyei tanács kidolgoz egy olyan támogatási rendszert, amely az új hagyományőrző kapuk felállítását ösztönzi. Hargita megyében ezt a programot már elkezdték. Arról is határozat született, hogy szakembereket kérnek fel a székelyföldi műemlékek leltározására, hogy egységes megjelölést tudjanak bevezetni. A Barangolás háromszéken mintájára megjelentetnek egy Barangolás Székelyföldön című kiadványt, amely bemutatja a térség értékeit. A háromszéki és udvarhelyszéki olvasókönyv mintájára ugyanakkor elkészíték a csíkszéki, a gyergyószéki és a marosszéki térséget bemutató olvasókönyvet. Kézisszék környékén az elmúlt években egyre több székelykapu jelzi a települések bejáratait, s több falu tervezi újabb, hasonló népművészeti alkotás állítását. Pénteken este 6 órától a Kántusz Kamara Kórus nyitja az idei találkozót, majd a világi kórusok mutatkoznak be egymás után a Kantai Római Katolikus templomban. Ebben az évben a Paksi Városi Vegyeskar is részt vesz a rendezvényen, és természetesen a Petőfi Sándor Általános Iskola Talentum Vegyeskara, valamint a Nagy Mózes Gimnázium Énekkara, a Kovásznai Pásztorálá is a Tiszta Szív Kamara Kórus, Sepsi Szent György Zsül pedig a Laudate, a Snaps Vokál Band és a Harmonic Quartet lép a nézők elé. A kórus találkozó első napját a Vox Humana kórus zárja, akik Mendelssohn műveket adnak elő, méltó emléket állítva ezzel a nagy zeneszerző születésének évfordulójára. A szombati nap szentmisével kezdődik, majd a paksi vendégek teremtik meg a hangulatot a templomi kórusok fellépése előtt. Először a kézi szárazpataki kórus mutatja be repertoárját, aztán a kővári, nyújtódi Szent Katolnai, a kézdivásárhelyi református templom, valamint a Boldogözsép templom kórusa, a Mászlauszi nyugdíjas klub kórusa, végül a Kantai Katolikus templom énekkara zárja a kórusok bemutatkozását. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is közös énektanulással ér véget a 15. alkalommal megtartott katolikus templomi kórusok találkozója. Egykori labdarúgókat tömörít a Kézdivásárhelyi Sportegyesület legújabb szakosztálya a futszál, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy városunkban is megalakuljon egy profi csapat, akik majd részt vehetnek az országos bajnokságban. Több foci rajongó támogatta az ötletet, és vállalná is, hogy tagja lesz a csapatnak, amellyel az ősszel induló bajnokságba szeretnének benevezni. Ez csak attól függ, hogy az éves költségvetést elfogadja-e a helyi tanács, mert a szakosztályt Dobozi Levente elnök a sportegyesület támogatásával már bejegyeztette. Jelenleg az országos A-liga tagjai az udvarhelyi, a brassói és a sepsiszentgyörgyi csapatok is. Ez utóbbival szerveztek ma a kézdivásárhelyiek, immár 5. alkalommal barátságos mérkőzést
azért, hogy formában maradjanak és tapasztalatokat gyűjtsenek, mert egyelőre még nem tartanak edzéseket. Terveik között szerepel, hogy a sportiskolával együttműködve utánpótlást is létrehozzanak, mivel a teremfoci sokkal gyorsabb játékot igényel, ezért nem a korhatár, hanem az erőnlét miatt estek ki a játékosok. A mai mérkőzésen jól szerepeltek a kézdivásárhelyiek. Dobozi szerint csak a második félidőben érződött a fáradtság és az, hogy nincsenek felkészülve. Így is csak 6-3-ra maradtak alul a profi csapattal szemben.